Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bokros Lajos volt pénzügyminiszter, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Biztos nehéz volt miniszternek lenni. Én most újból visszaadom a miniszteri tárcáját. Köszönöm szépen, nagyon kedves. És kérem, hogy mondja el a véleményét, hogy mennyire jó a gazdaságnak az, hogy a nagy beruházások, építkezések, projektek nagy részét leállítjuk és későbbre toljuk. Ez természetesen nem jó a gazdaságnak, de nem azért csinálja a kormány, hanem azért, mert nincs pénz. Elfogyott a másoktól elvehető pénz, és a szocializmusnak olyankor van vége, amikor ez bekövetkezik, mondta annak idején a híres angol miniszterelnök asszony, Mrs. Thatcher. Most az Európai Unió pénze éppen nem érkezik Magyarországra, és az állami beruházások nagy részét ezek szokták finanszírozni. Ráadásul előre elköltött a kormány rengeteg pénzt, főleg a választásuk előtt, és azokat annak idején nem beruházásra, hanem főleg fogyasztásra költötte, azzal, hogy ugye a 13. havi nyugdíjtól kezdve a megelőző év személyjövedelem adójának a visszatérítése a gyerekesek részére, különböző béremelések és egyebek olyan mértékben felnövelték a költségvetés hiányát, hogy ezt már nem tudja, miből finanszírozni a kormány. Nem is véletlen, hogy jelen pillanatban stagnál a magyar gazdaság, tehát ebben az évben nem lesz gazdaság növekedés, viszont az infláció rendkívül magas, aranyérmesek vagyunk az Európai Unióban, háromszor akkora Magyarországon az infláció, mint az eurozónában, ami azt is bizonyítja, hogy nem a szankciók okozzák az inflációt, hanem a kormány elhibázott gazdaságpolitikája. De az Európai Unióban, hogyha valami nagyon deficites a kincstár, akkor azok, akik az eurózónában van, azok ellen eljárásokat lehet indítani. Mi történik? Ez a fajta eljárás a koronavírus válság alatt fel lett függesztve mindenki számára, tehát Magyarországot se érintette ez a bizonyos deficit eljárás. Most gondolkozik az Európai Bizottság azon, hogy egy kicsit módosított formában, de ezeket a korlátokat visszavezesse a gazdasági életbe. Azt kell mondjam, hogy az eurozóna országainak a többsége ezeket helyből teljesíti, tehát nincs szükség érdemi megszorító intézkedésekre. Magyarországon viszont van, mert olyan mértékben hiányzik ez a hanyatló nyugat adófizetőinek a pénze a kasszából, hogy ezt most magyar adóforintokkal kellene helyettesíteni, már pedig egy stagnáló gazdaságban nem fizet senki több adót. Na de most ön visszakapta az úr kegyelméből és az én segítségem már a pénzügyi tárcát. Azért megoldás kell, ha mi azt hisszük, hogy nekünk járnak ezek a pénzek, akkor biztos vannak olyan részek, amik tényleg járnak. Vannak most is olyan részek, amik jönnek, például az agrártámogatások, tehát nem az egész támogatás szűnt meg, hanem azok a többlettámogatások, amelyeket az Európai Unió azon az alapon hirdetett meg, hogy a koronavírus válság recesszióba sodorta az egész gazdaságot mindenhol egész Európában, és ezek az úgynevezett helyreállítási alappénzei azok, amelyek nem érkeznek meg Magyarországra, és ezeket kellene beruházásokra költeni, amelyek egy ilyen recesszióból ki tudják húzni a gazdaságot. Na de feltehetően a 20x ország vezetője nem pikkelhet ránk, tehát nem lehet különbözőképpen megítélni egyik országot a másiktól, vagy csak én nem figyelek oda arra, hogy más országokkal szemben is mindenféle szankciókat végrehajtanak? Vannak más országokkal szemben is korlátozások, és hát nem hívnám szankciónak, mert az egy másik kategória, az az, ami éppen a ukrajnai orosz imperialista beavatkozás nyomán Oroszországgal szemben lett bevezetve, hanem arról van szó, hogy bizonyos jogállami követelményeket minden kormánynak teljesíteni kell, és hogyha ezeket nem teljesítik, akkor az Európai Uniónak joga van
ezekre a korlátozásokra. Például a lengyel kormánnyal szemben is vannak ilyen korlátozások, nem olyan mértékben, mint Magyarországgal szemben, sőt, korábban más országokkal szemben is voltak, és hát éppen most halljuk, hogy akár Ausztriával szemben is lehetnek ilyenek, hogyha mondjuk a Szabadságpárt hatalomra jut, és olyan politikát vezet be, amelyik alássa a jogállamiságot Ausztriában. Na de ha jól tudom, Németországban is van olyan párt, aminek nem pontosan a Bundestagban lenne a helye, és szép számmal ülnek ott olyan emberek, akikkel nem szeretnék együtt kávézni. De ezt a választók jogosultak megítélni Németországban, hogy kinek hol a helye. Tehát, hogyha a német szavazók egy része... Nálunk is a mi hazánkat, meg a jobbikat nem én szavaztam be. Igen, de nem erről van szó, hanem az a kérdés, hogy a kormány milyen gazdaságpolitikát képvisel. És a magyar kormány gazdaságpolitikája, társadalompolitikája, jogi intézkedései, a sajtószabadság korlátozása, jelentős korlátozása, az bizony a jogállami alapoknak a megrendítését vagy alásását jelentette. Ez Németországban nem történik, mert ott olyan kormány van, amelyiknek a, hogy mondjam, jogállami és demokratikus hitelessége az fennen ragyog, és senki nem kérdőjelezi meg. Az más kérdés, hogy minden országban ülhetnek-e szélső bal és szélső bal. Bezárja az atomerőművét, és Franciaországtól importál atomerőmű által. Ez gazdaságpolitikai kérdés. Műsorvezető úr, ennek semmi köze ahhoz, hogy valaki fasiszta vagy nem fasiszta. Nem, a lehet. Én nem értek egyet vele, de mondjuk ez nem érdekes. Ez mert zöld, vagy csak zöldre van festve. Nem értelmes gazdaságpolitika, ha engem kérdez. Értem. Akkor azt sem értem, hogy ha gazdaságilag úgy vagyunk, ahogy azt állítják, akkor mi a feladata a Magyar Nemzeti Banknak? Tehát a Magyar Nemzeti Banknak nem az a feladata, hogy ellenőrizze és megfelelő intézkedéseket hozzon? De az lenne a feladata, és néha ezt meg is teszi, túlnyomó többségben nem teszi meg, mert a jelenlegi magas inflációnak az egyik legfontosabb kiváltó oka éppen a Magyar Nemzeti Bank teljesen elhibázott monetáris politikája volt. Tehát Magyarországon azért 24% az infláció, és nem 8. Mert azt ígérte a kormány, hogy az év végére ez egyszámjegyű lesz. Most majd azt akkor beszéljük meg, amikor ezt az egyszámjegyet elérjük. Nem, én most kérdezem meg, hogy tudjuk azt elérni. Hogy nem fogjuk tudni elérni, mert az inflációnak egyébként sok oka van, és ahhoz jóval nagyobb mértékű megszorításokra lenne szükség, hogy az inflációt letörjék. Márpedig akkor, amikor az infláció már elér egy magas kétszámjegyű mértéket, akkor túl drasztikus intézkedéseket azért nem szokás és nem érdemes bevezetni, mert akkor az nem egyszerűen stagnálásba, hanem visszaesésbe dönti a gazdaságot. Ezt senki nem akarja, maga a kormány se akarja, tehát inkább hagyja az inflációt, ráadásul abból a költségvetés műsorvezető úr még profitál is, képzelje el, mert ugye a bevételek, az adók, azok valami százalékában vannak a jövedelmeknek. Ugyan nem meghatározva a jövedelmek nőnek, az infláció esetén a költségvetési bevételek is nőnek. Nem reál értékben, de névleges értékben feltétlenül. Miközben a kiadások nagy része az abszolút értékben van beszögelve. És így a költségvetés hiánya inflációs időkben csökkenni szokott. Na de hogyha annak idején Görögországot megsegítette az EU, az Európai Unió, akkor minket miért nem lehet kihúzni ebből a helyzetből? Nem szeretném összehasonlítani a görögországi válságot a magyarországival. Mi sokkal jobb helyzetben vagyunk jelen pillanatban. Görögország lényegében... valami pozitív, igen. Hát ahhoz képest, hogy a görögök teljes mértékben a gödör legalján voltak. Akkor én nem szeretném, az hogy ott legyünk, de... Az egy fizetésképtelen állam volt, teljes államcsőd volt, a bankrendszer teljes egészében tönkrement, és ilyen körülmények között volt egy pénzügyi válság, egy költségvetési válság és egy bankválság egybe. Nálunk ezek közül egyik sem forog fenn. Következésképpen nem lehet azt mondani, hogy mi most ilyen értelemben rászorulnánk az Európai Uniónak hasonló segítségére. Ez az ország egyszerűen a saját maga a gazdaságpolitikai hibáinak eredményeképpen stagnáló gazdasággá vált, miközben magas az infláció, ezt a 70-es évek úgy hívták, hogy stagfláció, tehát egyszerre növekedés hiánya és magas infláció. Ez ellen vannak normális gazdaságpolitikai lépések, intézkedések, amelyek megindíthatnak a gazdasági növekedést.
De ehhez egy más filozófia kellene, mert a gazdasági növekedés nem az állam csinálja, hanem a vállalkozók. És a vállalkozóknak hogy versenyképesnek kell lenni. Hogy lehet versenyképessé tenni? Írja föl a receptet. Hát úgy, műsorvezető úr, hogy nem az állam választja ki támogatásokkal a sikeres vállalkozókat, hanem a piac. Nagyon fontos, hogy az állam vonuljon le a gazdaságról, a költségvetésnek nem kell agyon támogatni a csókosokat és a kormányhoz közel álló vállalkozókat, hanem olyan egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, amelynek eredményeképpen élesedik a verseny, ahelyett, hogy torzulna, monopóliumépítés helyett a verseny fokozására van szükség, az ország kinyitására, és egyébként pedig helyes gazdaságpolitikára, mind a monetáris politika, mind a költségvetési politika területén. Na de hát munkanélküliség szinte nincsen. A családtámogatás maximális az Európai Unión belül is. Akkor mégis bajba vagyunk, de az Európai Uniónak ugyanolyan tagja vagyunk, mint a másik 26. Igen, de nincs jogállam. Tehát ez a probléma. Ugye most a elmúlt két évben a koronavírus válság enyhülése nyomán az a kérdés merült föl, hogy vajon azok az országok, amelyek tönkretették a jogállamot, azok részesülhetnek-e azokból a többlettámogatásokból, amelyeket az Európai Unió éppen a koronavírus válság megoldására és a gazdaság újbóli föllendítésére szavazott meg. Magyarország ezzel küzd, hogy bebizonyítsa az Európai Uniónak, hogy itten azért még a morzsái, törmelékei, romjai a jogállamnak megvannak. De a helyreállításhoz, a jogállamiság helyreállításához nevezzük így, a kellő törvényeket meghozták mindent, amit hát kérnek. Ezt nem mondanám, hogy a kellő törvényeket meghozták, azt mondanám, hogy bizonyos kozmetikai változások megtörténtek, de amíg lényegében minden olyan féket és ellensúlyt, vagy egyensúlyt, amit a jogállam elementáris alapjának tekintünk, nem tudunk függetlenni, varázsolni, addig a jogállam helyreállításáról Magyarországon nem lehet beszélni. De például a nyugdíjazott bírókat már olyan idősek nem lehet visszaállítani. Igen, ez volt a trükk. Ez volt a trükk, hogy csinálunk valami durva lépést, amiről tudjuk, hogy az Európai Unió majd nem fogadja el, de mire az Európai Unió visszacsináltatja velünk ezeket a lépéseket, addigra az okofogyottá válik. Ez a taktikája a Nemzeti Szégyen kormányának, ezt most is csinálja, de ebből nem lesz jogállamiság, és nem fogjuk tudni megtéveszteni az Európai Uniót, különösen olyan körülmények között, ha ősszel netán Lengyelországban az ellenzék nyer, mert ha az ellenzék nyer, akkor nem lesz szövetségese a kormánynak abban, hogy kölcsönösen megvétózzák az egymás elleni korlátozó intézkedéseket. Na de hát korlátozó intézkedések ide vagy oda, a tach lesz, ahogy mondják pestiesen, azaz, hogy nincs pénz. Nincs pénz, most, igen. Na most akkor önmagunkat hitegetjük, vagy az Európai Unió hiteget minket, vagy... Az Európai Unió nem hiteget minket, mert az Európai Unió megmondta egészen világosan, hogy mire van szükség ahhoz, hogy Magyarország ezeket az összegeket megkapja. A kormány hitegeti a magyar népet, és butítja tulajdonképpen, és torz információkkal, hamis és hazug információkkal látja el, amikor azt mondja, hogy ő már teljesítette nem ezeket túl, a követelményeket. Nem túl erős kifejezések, nem. Nem lehet, hogy ők úgy látják, hogy teljesítik, vagy úgy érzik? Nem látják úgy, mert ha úgy látnánk, akkor például lenne sajtószabadság, például lenne bírói függetlenség, például lenne olyan média hatóság, amelyik nem kizárólag a kormánypárti médiumoknak segítene, és rengeteg olyan intézkedésre volna még szükség, és amelyik Zicsi, a nekünk még soha nem segített a médiahatóság. Médiahatóság csak törvényeket hoz, amit elég nehéz betartani. Ugye? De hát én ismerek még pár országot, ahol a médiatörvények elég kemények. Igen, és azokat nem is lehet jogállamnak tekinteni. Tehát itt nem erről van szó, hogy hasonlítsunk végre Szíriához vagy Irakhoz, hanem az volna a lényeg, hogy hasonlítsunk végre Németországhoz. Németországban ugye, minden rendben van? Nincs minden rendben természetesen, de mondjuk sajtószabadság az van. Hát én és nem... jogállam is van.
Én nem tudom, én legmeredebb kérdéseimet is fel szoktam tenni. Másokat idegesít, hogy én meg vagyok hívva, de tényleg nem szoktam övön aluli, mert engem úgy neveltek, hogy vannak kérdéseket, amiket az ember föltesz, ami odavaló, és van kérdések, amivel nem foglalkozik. Ennek örülök. Tehát úgy látszik, akkor én születtem rossz helyen. Annyit mondjon meg nekem, mert a receptet nem sikerült megkapnom öntől, illetve iránymutatást igen, de ez nagyon sokáig tartana, valami gyors megoldás. Nincs gyors megoldás, műsorvezető úr. A reformok kritikus tömegéről írtam könyvet, cikkek tucatját, ami azt jelenti, hogy egy országban ahhoz, hogy fenntartható, egyensúlyőrző, exportvezérelt, beruházások által fűtött növekedést lehessen elérni, ami a tartós felzárkózásnak az alapja, ahhoz nem egy reformra, nem kettőre, hanem legfeljebb 150-re van szükség, és ezeknek olyan egymással összehangolt módon kell adni egy lökést a gazdaságnak, ami utána hitelessé teszi a gazdaságpolitikát, és a nép elkezd dolgozni, a társadalom, a vállalkozók, a befektetők, a kapitalisták annak érdekében, hogy ne az államtól várjuk végre a jólétet, hanem a gazdaság önálló, alkotó szereplői képesek legyenek azt egymás számára megteremteni. Ez a igazi jövő. Hölgyeim és uraim! Ajánlom a miniszter úr könyvét, próbáljuk meg, tessék kérem szépen elolvasni, a könyvben a világon minden benne van, az órák látogathatók, akár Bécsbe vonattal ki lehet menni és beülni az előadó terembe. Addig is köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm és szépen. És mielőbb visszavárjuk, mert a varázs megoldást azt nagyon szeretné a kormány is, a nép is, mindenki szeretné, és én meg vagyok győződve, hogy egy kormány nem lehet saját maga ellensége, tehát ők is biztos szeretnék, hogy a pénzek megjöjjenek, és minden helyre álljon. Bízunk benne, hogy így van. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, most érkezik viszont a kultúra. Kossuth Díjas színész, rendező, nem más, mint Hegedűs D. Géza, akinek a szülinapját a múlt héten ünnepeltük. Most majd megnézzük, hogy 70 év ugye oda lett, hogy mire készül a 71-be, milyen bemutatói lesznek, mi van az osztályfőnökségével, tanulnak-e rendesen a diákok, és így tovább. Tartsanak velünk!